Helyi önkormányzati választást tartanak vasárnap a forrongó Hongkongban, melyet a rendőrség nagy erőkkel fog biztosítani. Bár ez a voksolás mindig a helyi közösség kérdéseire összpontosít és nem fogja megváltoztatni Hongkong politikai rendszerét, mégis óriási az érdeklődés, az emberek több mint fele regisztrált. Véleményem szerint egy választás remekül visszatükrözheti a közvélekedést. Ezen kívül itt az idő a megnyugvásra, arra, hogy civilizált formában adjuk tudtára a kormánynak, mit akarunk, mondta Chris Chan, a függetlenséget követelők oldalán álló jelölt. A hongkongi kormányzat hétfőn még nem sok esélyt látott arra, hogy a tüntetések tükrében meg tudják-e tartani a helyhatósági választásokat. Helix H. független jelölt szerint ők csupán annyit tehetnek, hogy csökkentik a fizikai rombolást, ami az elmúlt hónapokat jellemezte. Meggyőződésem szerint politikai problémákat politikai úton lehet megoldani. A kormánynak válaszolni kell a nép követeléseire és felszámolni a vitás kérdéseket, mondja. Ami a voksolókat illeti, kétkedők és bizakodók egyaránt vannak azzal kapcsolatban, hogy vajon van-e értelme választást tartani. Mindenki úgy ismer minket, hogy egy ország, s benne két rendszer, de mindez csak a műsor része. Az elmúlt évtizedekben ez sokat változott. Az itteniek pedig egyre inkább elvesztették a bizalmukat, véli egy idős hongkongi. Egy fiatalabb helybéli pedig arról beszélt, mennyire örül, hogy idestova 5 hónappal a tüntetések kezdete óta végre azoknak is lehetőségük van véleményt nyilvánítani, akik csendesebbek és nem hívei az utcai zavargásoknak. A város vezetői jó előre közölték, az erőszakos tüntetéseket akár el is lehetetleníthetik annak érdekében, hogy független és biztonságos voksolást tartsanak.